Hosszas kihagyás után idén újraindult a Zöld Ház program. Az igénylési dossziékat hétfőtől veszik el a megyei környezetvédelmi ügynökségnél. A mezőgazdasági támogatást igényelt gazdák október 15-ig el kell számoljanak a gyep területükön termelt szénájukkal. Szombaton tartják a hagyományos őszi gazdanapi sokadalmat és nagy vásárt a zöldségpiacon. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Október 10 és 24-e között nyújthatják be az iratcsomóikat a Zöld Ház programra pályázók. A program finanszírozási útmutatója szeptember 26-án jelent meg a hivatalos közlönyben. A program keretében alternatív fűtésrendszerek szerelésére vagy kiegészítésére lehet pályázni. A majdani berendezés típusának függvényében legtöbb 8000 lejes vissza nem térítendő támogatásra lehet támogatást igényelni. A lakosságtól hétfőtől várják a Zöld Ház program pályázatait, hívta fel a figyelmet a Környezetvédelmi Alap közleményében. A pályázati iratcsomókat a megyei környezetvédelmi ügynökségeknél kell benyújtani. 94 millió lejes keret van erre a programra, ebből 60 milliót a lakosság pályázhat meg, 34 millió a jogi személyek rendelkezésére áll. A klasszikus zöldház programban megújuló energiaforrásokat felhasználó fűtésrendszerekre lehet támogatást kérni, 3000 lejt a nyomás nélküli ejtő tartályos napkollektorok beszerelésére, 6000 lejt a nyomásos napkollektorok beszerelésére, valamint legtöbb 8000 lejt hőszivattyúk beszerelésére. A támogatási igényléseket, azaz a pályázati dossziét a lakosság október 10-e és 24-e között adhatja le a megyei környezetvédelmi ügynökségnél. A jóváhagyott kéréseket a Környezetvédelmi Alap honlapján hozzák majd nyilvánosságra. Az alappal megkötött szerződést követően lehet a berendezéseket felszerelni, elszámolni pedig a szerződés megkötésétől számítva egy éven belül kell. Jogi személyek, cégek, közintézmények, önkormányzatok, egyházak október 17-e és november 14-e között nyújthatják be pályázatukat a Környezetvédelmi Alaphoz. Ezekben az esetekben napenergiát, geotermikus energiát, biogázat, szennyvíziszapot, faaprítékot felhasználó hőközpontok, fűtésrendszerek felszerelésére kérhető finanszírozás. Több mint 130 ezer ingázó diákot érint az intézkedés, miszerint a kormány nem téríti meg teljes egészében az úti költséget, írt a közleményében a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, amely több más diák szervezettel együtt a kormány lemondását követeli emiatt. A szervezetek szerint ez gyakorlatilag az iskolai lemorzsolódást támogatja és megvonja az ingyenes közoktatáshoz való jogot. A támogató szervezetek már a tanév kezdete előtt felhívták a kormány figyelmét a kérdésre. Ekkor olyan sürgősségi rendelet elfogadását kérték, amely kimondja, hogy az ingázás költségeit teljes egészében az állam állja, írja a közlemény. Jelenleg az úti költség 20-25%-át térítik meg, és a felső határ miatt a szervezetek szerint a tavalyi év során több mint 35 ezer diák morzsolódott le. A közleményt a MAKOSZ mellett az Országos Diáktanács, a Konstancai Diákegyesület, a Bákói Diákegyesület és több más román diákegyesület jegyzi. A gyergyói térségben több mint 4000 gazda igényelt mezőgazdasági támogatást, közülük sokan kell a napokban jelentkezzenek a Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség helyi irodájában. Október 15-ig kell ugyanis elszámoljanak a gyep területükön termelt szénájukkal annak érdekében, hogy megkapják a támogatást. Amikor a gyergyói gazdák letették a mezőgazdasági támogatás igényléséhez a dokumentációjukat, kaptak egy-egy olyan iratot, amit kitöltve a szükséges aktákat mellékelve kell jelentkezzenek az irodánál, hogy elszámoljanak a gyep területen termelt szénával. Vannak olyan gazdák, akik nem rendelkeznek állatállománnyal, ők mindenképp kell igazolják, hogy mi történt a szénával annak érdekében, hogy megkapják a támogatást. Két eset lehetséges, vagy tárolják a szénát, amit egy megadott címmel igazolnak, hogy hol is tárolják, ez ellenőrizve lesz, és így megkaphatják a támogatást, illetve ha már értékesítették, akkor termelői engedély alapján ezt megtehették, és ezt be kell hozzák hozzánk,
jelzem még egyszer, kihangsúlyozva október 15-e előtte. Ez érvényes azokra a gazdákra is, akik rendelkeznek állatállománnyal, de túltermelésük van, illetve több gyepterülettel rendelkeznek, mint amennyit hasznosítani tudnak az állatállományuk számára. A Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség gyergyói munkatársa kihangsúlyozta, elsősorban azokat a gazdákat várják, akik nem rendelkeznek állatállománnyal, vagy bizonytalanok, mert változás történt, kevesebb vagy több állatuk van. Folyamatosan jönnek, tudniillik, aki nem rendelkezik állatállománnyal, az augusztus 1-e előtt le kellett kaszálja a területét, és természetesen, hogyha értékesítették már, akkor nagyon sokan bejöttek, letették ezeket az aktákat, mert ezeket elektronikusan mi a rendszerünkbe fel kell vezessük. A térségből több mint 3000 gazdát várnak, hogy október 15-éig igazolják a gyep területük lefedettségét. Évente 10 olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjaz a Közösség Alapítvány, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását, akik tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki. A díj Johann Nemcoy üvegművész alkotása és 8000 lei pénzjutalom. Bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan az alapítvány honlapján a www.pentrucomunitate.ro vagy a www.molromania.ro címen elérhető űrlapon. Jelölni december 31-ig lehetséges. A Kájoni János megyei könyvtár előadó termében találkozott olvasóival Nyári Krisztián, az Így szerettek ők című magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló, valamint az Igazi hősök 33 magyar és a Merész magyarok 30 emberi történet című sikerkönyvek szerzője. A múlt héten szervezett találkozón Murányi Sándor Olivér népes közönség előtt beszélgetett Nyári Krisztiánnal. Megjelent köteteiről, készülő új könyvéről és terveiről faggatta a szerzőt. A barátaim szórakoztatására kezdtem el ezeket a kis történeteket a Facebookon írni, és hogyha nem az lett volna a célom, hogy a barátaimat szórakoztassam, hanem mondjuk elérjek sok embert, akkor nem is a Facebookon csináltam volna. Mert ráadásul van egy ilyen marketing törvényszerűség, vagy volt, ami azt mondta, hogy hát a Facebookon nem lehet két mondatnál többet írni, mert nem is olvasnak el annál többet. De mert én a barátaimnak írtam, gondoltam, nem olvassák, az ő bajuk. Nyári Krisztián 2012 elején barátai szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes etüdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. Hát járok elég rendszeresen Erdélybe, és szokták szeretni. Nekem a legjobb olvasóim közé tartoznak az erdélyek, és ma például voltam egy gimnáziumban, Udvarhelyen, ilyen rendhagyó irodalom órán, és olyanokat kérdeztek a diákok, amit Magyarországon sem szoktak, tehát olvasnak. És hogyha olvasnak az udvarhelyi diákok, akkor csíkba is olvasnak. Úgyhogy az a tapasztalatom, hogy ismerni szokták a könyveimet, legalábbis kik eljönnek az ilyen rendezvényekre, nyilván azért jönnek, mert valamilyen módon érdekli őket. Ez nem egy tankönyv, nem egy irodalomtörténet, úgyhogy az ember szubjektíven válogat, és akkor a kedvenceit teszi bele már eleve, úgyhogy mindegyik a kedvenceim közé tartozik. De például nagyon szeretem a Benedek Elek életét, mert az egy kicsit szabálytalan a többihez képest, ez egy 60 évig tartó szerelemnek a története, két ember, aki kitart egymás mellett jobban, rosszban, és elhatározzák, hogyha az egyik meghal, a másik utána hal, ugye ez történt Benedek Elekkel is. De hát az összes többi nagyon színes és érdekes, hogy mondjak egy másik, kicsit ellentétes erdélyi példát, Tamás Járónak a magánélete is elég izgalmas és érdekes, négyszer nősült, nagyon szerette a nőket, meg a nők is szerették őt, és két egymáshoz egyébként irodalmilag nagyon közel álló ember, és két teljesen különböző élettörténet. Ami azt is mutatja, hogy nem ennek alapján dől el, hogy az ember milyen író, ennek nagyon áttételesen van csak köze a magánélethez az, hogy az ember íróként milyen, emberként meg nagyon különbözőek vagyunk. A bejegyzésekből Így szerettek ők címmel két kötet született,
az elmúlt évek emlékezetes könyvsikerei. A valós, dokumentált, de kevesek által ismert izgalmas, párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, húsvér embereket mutat be ezekben. Ezek a történetek újdonságként hatnak, még az irodalom barátok számára is. Szándékosan egyforma hosszúságú történetek, amelyek magyar írók egy-egy kevéssé ismert szerelmi történetét mutatják be. Akik ezeket a történeteket szeretik, azok azért szeretik, mert ezeket az írókat meg a költőket szeretik, de szeretnének többet tudni róluk. És valóban az iskolai életrajzok, azok vagy ilyen telefonkönyvszerűen semmit mondók, vagy pedig nagyon ilyen kultikusak, mint a szenteknek az életrajzait olvasnánk. Nálunknál különb emberekről olvasunk ezekben az életrajzokban, pedig hát ezek ugyanolyan húsvér emberek voltak, mint mi magunk. Éppen az mutatja a művészként a nagyságukat, hogy egyébként ugyanolyan problémákkal szembesültek, akár a párkapcsolataikban, akár az élet bármely más területén, mint a legtöbb átlag ember, csak mellesleg zseniális írók meg költők voltak. Az lenne a furcsa, hogyha ez nem így lett volna. Tehát azon nem is kéne csodálkozni, hogyha angyalok meg szentek írnának remek műveket, igazából az a szép, hogy hétköznapi életű emberek írják ezeket. Igazi hősök és merész magyarok címmel 2014-ben és 2015-ben megjelent könyveiben olyan emberekről írt, akiknek élete és személyes döntései ma is példaértékűek. Többek között Márton Áron püspökről, aki felemelte szavát a zsidó törvények ellen, amikor az egyház vezetői hallgattak. Több ilyen emberről írtam, különböző világnézetű emberekről, lényegében teljesen mindegy, hogy mi az ember világnézete. Az számít, hogy ezek az emberek, amikor egy-egy sorsfordító döntést meghoztak, egy pillanatra elgondolkodtak és nem magától értetődően, az szerint döntöttek, amit a többség elvárt, hanem mertek másként dönteni. Osztotta meg Nyári Krisztián a találkozó résztvevőivel a kötetek születésének történetét. Igen, mindig az emberi sorsok érdekeltek, és ebben benne van a szerelem is az emberi életnek, ez egy fontos része. Úgyhogy így, én irodalomtörténész voltam valamikor, vagy ezt tanítottam a Pécsi Egyetemen, és azután is érdekelt az íróknak, költőknek az élete, meg igazából mindenki másé is. A két első könyvben írók és költők kerültek be. Idén novemberben jelenik meg 5. kötete, a magyar festők, többek között Szóbel Béla, Riprónai József, Munkácsi Mihály, Lócz Károly, Zicsi Mihály, Szinnyei Merse, Pál, Márfi Ödön magánéletét bemutató festői szerelmek. Murányi Sándor Olivér kérdésére válaszolva Nyári Krisztián azt is elmondta, új kötetet tervez, amely a legkülönbözőbb műfajban született 100 magyar levelet gyűjti össze, amelyek fontosak kultúránk története szempontjából. Többen felismerték, meg hát adja is magát, hogy ugyanazok a szereplők megjelennek különböző történetekben. Mondjuk ugyanabban a nőben több író is volt szerelmes, vagy egyiknek a felesége volt, másiknak pedig a nem felesége, és ilyenek. És hogy ez miért van ez, hogy ez ilyen belterjes? Ugye az egyik oka ennek az, hogy mondjuk a nyugat korszak a 20. század első felének magyarországi irodalma, azért ez egy picike közösség. Tehát az írók, a feleségeik, az irodalmi életnek a tagjai, azok maximum 5000 ember, de annyi se, inkább 2000, mint egy falu. Tehát természetes, hogy a falu belülről választ magának valaki, és akkor a szeretője is a falu belülről lesz. Tehát azért van az, hogy ugyanaz a szereplő megjelenik itt és ott. Mondjuk Bonca Berta, Csinszka, Adi Csinszkája, róla ugye mindenki tudja, hogy ő volt Adi felesége. Kicsit kevesebben szokták tudni, hogy aztán Adi halála után Babits Mihállyal is volt egy évig tartó szerelmi viszony, az még kevesebben, hogy utána viszont viszonylag hosszú ideig felesége volt Márfi Ödön festőművésznek. És hát azért, mert ezek az emberek ismerték egymást, ugyanabban a színházban, ugyanabban a kávéházban jártak, hát persze, hogy ott ismerkedik meg vele. A találkozó végén hosszú sorban álltak a kötetek dedikálására várva a jelenlevők, akikkel még elbeszélgetett a szerző. 24 órás ügyeletet ígért a környezetvédelmi miniszter kedden annak érdekében, hogy bármikor bejelenthető legyen a 112-es segélyhívón, ha a védett állatfajok okoznak vadkárokat vagy emberre támadnak. Ez utóbbi esetben ugyanis azonnal elrendelhetik az adott állat elaltatását, a kilövést csak végső esetben alkalmaznák.
A környezetvédelmi tárca kedden közölte, egyelőre felfüggesztik annak a minisztériumi rendeletnek a jóváhagyását, amely lehetővé tette volna közel 1700 védett állat kilövését. Felfüggesztik tehát a kilövési kvótákat a nagyragadozókra, azaz a medvére, farkasra, hiúzra és vadmacskára vonatkozóan. Az állatvédő szervezetek üdvözli a környezetvédelmi tárca döntését. Őszi gazdanapi sokadalom és nagy vásárt szerveznek Gyergyószentmiklóson október 8-án szombaton. Ez alkalommal tartják a már megszokott havi vásárt is, de emellett lesz kamramustra, óriás termékek megmérettetése és kiállítása, valamint szakmai előadások is gazdagítják a programot. A hagyományokhoz hűen idén is megtartják az őszi gazdanapi sokadalmat és nagy vásárt. Szombaton kora délelőtt a zöldségpiac mellett a Meszesek utcában helyi termelők kínálják ízes, színes áruikat, a Rózsák utcában kis teljesítményű mezőgazdasági gépeket és kerti szerszámokat vehetnek szemügyre és vásárolhatnak is a gazdák. A 10 órától kezdődő megnyitót követően az előadósátorban Bara István tart előadást Gazdálkodj okosan, fenntartható és bőségfokozó mezőgazdaság címmel. Ezt követően pedig Lukács Géza arra keresi a választ, hogy meddig ehetünk helyi zöldséget, gyümölcsöt. Ezen kívül a megszokott programpontokra idén is számíthatnak a résztvevők. Óriás termékek, óriás zöldségek és óriás gyümölcsök versenyeztetésére is sor kerül, illetve a tavaly elindított Kamramustra nevű rendezvény is idén is meg lesz tartva, hiszen három kategóriában nevezhetnek kistermelők, háziasszonyok és hobbiszakácsok termékeket, a zakuszka, illetve a lekvár és a savanyúság kategóriában, tehát hogyha meg szeretnék mérettetni ezen termékeiket, akkor a receptet mellékelve azzal jelentkezhetnek. 8 órától 10 óráig a rendezvény helyszínén nevezhetnek a kistermelők, háziasszonyok, hobbiszakácsok a kamramustrára, és ugyanebben az időszakban fogadják az óriás termékeket is. A termények 13 óráig közszemlén tekinthetők meg, tulajdonosaik ezt követően hazavihetik, vagy felajánlhatják a termés szekér adományai közé. A Gyergyószentmiklósi Ora International által működtetett hajléktalan szálló fogja kapni az idei terményszekérbe gyűlt adományokat. A célzata, a szándéka mindennek az volt, hogy azok a karitatív jellegű intézmények, amelyek Gyergyószentmiklóson működnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett ház mellett, azok is kapjanak ezekből az évről évre összegyűlő adományokból, és ezáltal azokat is támogassuk, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy léteznek, és hogy minél jobban figyeljünk rájuk. A rendezvényen a szervezők meg szeretnék dönteni saját rekordjukat is, hiszen a 2 évvel ezelőtt készített 30 méteres túrós puliszkát überelve, ezúttal 50 méteres puliszkával várják a piacra látogatókat. A rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozásokra számíthatnak a gépkocsi vezetők, a Meszes utca teljes egészében le lesz majd zárva. Gyergyószentmiklós megyei jogúváros önkormányzata és a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ október 6-án csütörtökön 17 órától megemlékezést szervez az aradi vértanúk tiszteletére a római katolikus temetőben. A szervezők minden emlékezni óhajtót szeretettel várnak. Legutóbb márciusban volt bababőrze Gyergyószentmiklóson, melyet nagy érdeklődés övezett. Sokan várták, kérték, hogy mielőbb legyen ilyen rendezvény. Többek között számukra örömhír, hogy október 15-én ismét bababőrzét szervez a Fészek, a Gyergyói Édesanyák Egyesülete. Ezúttal is garantált lesz a jó hangulat. Beköszöntött a hideg időjárás, így szükség van arra, hogy a szülők feltöltsék az őszi-téli ruhakészletet. A bababőrze lehetőséget biztosít arra, hogy az édesanyák megvásárolják a szükséges kabátot, nadrágot, pulóvereket, overálokat, cipőket, valamint játékok, könyvek is lesznek a kínálatban. A Fészek, a Gyergyói Édesanyák Egyesülete október 15-én szombaton délután a Salamon Ernő Gimnázium udvarán található sportiskola tornatermében várja az érdeklődőket. A több éves tapasztalat azt mutatja, hogy igény van rá,
és annak ellenére, hogy különböző internetes oldalakon próbálják az édesanyák értékesíteni a kinőtt ruhácskákat, azt tapasztaljuk, hogy ez az emberközelibb sokkal ez a bababőrze, és ezért itt egy jó alkalom nyílik mindenki számára arra, hogy értékesítse a gyerekének a kinőtt ruháit. Én is személy szerint jobban szeretek itt vásárolni, mert teljesen más az, amikor egy fénykép alapján nézünk meg egy ruhát, vagy pedig megtapogatjuk, megnézzük. Ugyanakkor jó találkozni emberekkel, mert ez most már ugye egy úgy gondolom, hogy a fészek ilyen hagyományt csinált ebből, és jó látni, hogy vannak olyan édesanyák, akik tulajdonképpen itt találkoznak, mivel nem csak a gyergyói édesanyákat szólítjuk meg, hanem a környékbeli falvakról is. A bababőrze lehetőséget biztosít, hogy azok, akik már nincs hol tárolják a gyermekük által kinőtt, de jó állapotban lévő ruhákat, eladhatják azokat. Asztalokat korlátozott számban lehet foglalni. A helyek száma korlátozott, mivel 60 asztalt tudott a Salamon Ernő gimnázium biztosítani számunkra, ezért is köszöneti, külön köszönet, hogy ezt a lehetőséget, és annak függvényében, hogy a jelentkezések jönnek, így, tehát úgy fognak betelni. Tehát most nem mondhatom azt, hogy most péntekig lehet asztalt foglalni, az is lehet, hogy a mai nap betelik. De erről mindenképpen fogjuk tájékoztatni az édesanyákat, a Facebookon, a fészek oldalára ki fogjuk írni, amikor beteltek az asztalok. Ezúttal is garantált lesz a jó hangulat, a szervezők zenével, büfével, tombolával készülnek a támogatók jóvoltából. A bababőrzének jótékonysági vonatkozása is lesz, most is lesz ruhagyűjtőpont a rászoruló családok javára. Ezek voltak már a híreink, a folytatásban a Székely Konyha főzőműsor lesz látható. Köszönöm a Fénypontnak szentelt figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!